Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damiro Dájd vagyok. A múlt heti Star Wars képregények után most egy újabb csomag érkezett a Szukistól, és továbbá is a science fictionnél maradva, ám ezúttal hozzáadva a horrort is, ebben a dobozban a teljes élet és halál sorozat van benne, 10 dobozos változatban. Ezt fogom most kimondani és megmutatni. Tartsatok velem! Nos, az élet és halál sorozat az nem más, mint az Alien, a Predator, Alien vs. Predator, illetve Prometheus képregényekről van szó, és a Tűz és Kő sorozatnak a folytatásáról van szó. Ez tavaly jelent meg, erről is csináltam kicsomagolós videót, amit megtaláltak a csatornámon, hogyha még nem láttátok, abba bővebben is bemutatom ezt a képregénygyűjteményt. És akkor most nézzük ennek a Tűz és Kőnek a folytatását, az élet és halált, amiben ugyanúgy egy 10 doboz és 4 képregény van benne, amit sorra megmutatom mindegyiket, és akkor beszélek is róluk egy keveset. Na hát akkor nézzük is. Szokás szerint normálisan be van csomagolva, ugye, hogy ne sérüljön a képregény. Van itt egy ajándék kupon, 500 forint értékű, és akkor itt van maga a díszdoboz. Az élet és halál díszdoboz, ugye a 4 képregényünk kötet van benne, Aliens, Predator, Prometheus és Alien vs. Predator, vagyis az AVP. Nos, hát akkor ez így néz ki. Hát úgy látom, hogy maga a díszdoboz az nagyjából ugyanolyan, sőt, teljesen ugyanolyan minőségű, mint amilyen a korábbi díszdoboz is volt. Talán méretre így összehasonlítva, méretre talán egy picit kisebb, és talán azért is van, hogy kilógnak belőle a képregények egy kicsit. Na de mindegy, nézzük akkor őket közelebbről is egy kicsit sorjába. És hát persze sorrendben haladva, legelőször is a Predator élet és halál, ez a sorozatnak az első része. A hátulja, ugye a tartalomleírás, illetve itt rajta mind a 4 résznek a borítója. Ugye ezek a képregények most az év folyamán pár hónap különbséggel jelentek meg mindegyik rész, és akkor most a 4. kötet alkalmából jelent meg a 10 dobozos változat is. Ugye a Szokics weblapjáról meg lehet egyébként venni csak üresen a díszdobozt is, vagy meg lehet venni csak a 4. kötettel, vagy meg lehet venni mind a 4 kötettel együtt. És akkor ugye a második kötet az... Nem, ez a 4. Rossz sorrendben van itt. Tehát a második kötet az a Prometheus. És hát elég szépen meg van rajzolva, úgy látom, ahogy ugye a korábbi Tűz és Kő képregények is. Ami egyébként egy egész klassz kis széria volt, a Prometheus filmnek folytatta a sztoriát. Lehet, hogy egy alternatív sztori az Alien Covenanthez képest. Aztán a harmadik kötet, az az Aliens. Egyébként mindjárt meg fogom őket mutatni kicsit közelebbről is, meg beszélek egy kicsit a sztoriról is. Ez is nagyon szép lett, és akkor végül a befejezés, a 4. kötet, az az AVP, vagyis az Alien vs. Predator, a halál a ragadozó ellen, és ebben úgy látom, hogy van egy bónusz képregény is, ami a sztorit lezárja, a Prometheus végső ütközet, ez ide a borítóra is rá van írva, meg hát ezen érezni is, hogy vastagabb, mint a többi. Na jó, hát akkor nézzük őket most egy kicsit közelebbről is. Legelőször is magát a díszdobozt. Ugye ez így néz ki üresen. És akkor nézzük. Élet és halál.
A veszélyekkel teli világűrben a baj nem jár egyedül, és ezt Paget kapitány és folyatkozó számú csapata a saját bőrén tapasztalja meg. Először ismeretlen eredetű földön kívüli vadászokkal kell szembenézniük, majd seregnyi szenomorf lény indít ellenük támadást, végül egy istenszerű tervezővel és összeütközésbe kerülnek. Nem kérdés, hogy a háború megkezdődött, és a katonáknak a csökkenő morál és muníció mellett már csak célpontból jut bőven. És mégis, ebben a kilátástalan helyzetben a túlélőknek maradt még egy utolsó esélye. Egy nő, aki a testében hordoz valamit. Valamit, amivel véget vethetnek a háborúnak. Talán örökre. Ez a 4 kötetes díszdobozos képregény gyűjtemény a Dark Horse Life and Death című sorozatának első 16 és további egy bónusz számát tartalmazza. Ugye 1-től 16-ig, tehát a teljes sorozat benne van ebbe a díszdobozba. A díszdobozos gyűjteménynek az ára 18.460 forint, ez ugye a bolti ár. Csak a díszdoboz az most nem tudom, hogy hirtelenjében mennyibe kerül, de ugye a teljes 4 kötet plusz a doboz együtt 18.460 forint, de persze a Szukics weblapjáról rendelve ez valamivel olcsóbbra jön ki, hiszen adnak online kedvezményeket, illetve ugye fel lehet használni még kuponokat is, amik szintén elérhetőek a Szukicsnak a weblapján, és akkor a díszdoboz után nézzük tovább magukat a köteteket is. A történetét most már csak az első kötetnek fogom felolvasni, ugye, hogy nem akarok spoilerkedni, meg lelőni a folytatásoknak a sztoriát, úgyhogy csak is kizárólag az első kötet, a Predator sztoriát fogom felolvasni. Gyarmati tengerész gyalogosok egy csapata érkezik a Wayland utáni által terraformálásra kiszemelt LV-797-es jelű Tartarus bolygóra. Feladatuk egyszerű. Kivizsgálni és megakadályozni a rivális szégek által a társaság felség területén végzett kutatásokat. A leszállást követően azonban váratlanul földön kívüli vadászokkal kerülnek szembe, akik bármi áron készek megakadályozni, hogy az emberek a bolygón talált patkó alakú idegen űrhajót birtokba vegyék. A Wayland utáni utasítása egyértelmű. A katonák mindenképp foglalják el az ismeretlen űrhajót, de az egység parancsnokának is eltökélt szándéka, hogy megóvja emberei életét. Ám gyorsan kiderül, hogy egyik terv sem tartható, amikor a ragadozók megindítják ellenük pusztító támadásukat. 2019-ben megjelenik a teljes élet és halál sorozat, ami ugye immár meg is jelent a teljes sorozat. A ragadozó kötetnek 3990 forint a bolti ára, és ugye ebbe a teljes ragadozó élet és halál képregény benne van ugye 4 szám, aztán a Prometheus, ami szintén 3990 forint a bolti ár, ugye ez a második része a szériának. Ebbe is ugyanúgy 4 szám található összesen. És ugye ezek kemény borítós kiadások és elég szép, igényes kiadások, tehát tényleg normálisan meg vannak csinálva. Aztán ugye az Aliens, ami a harmadik kötet, ami ugyancsak 3990 forint a bolti ár. És hát ugye ez is elég szép. És ha minden igaz, akkor ugye külön-külön megvásárolva többbe kerülnek, mint hogyha egybe vennénk meg őket. És aztán a 4. kötet, az Alien vs. Predator, ami ugye már vastagabb, és ugye ebbe a 4 Alien vs. Predator szám mellett benne van a Prometheus végső ütközet című bónusz képregény is, ami ugye az egész sztorinak a lezárása, és akkor gondolom éppen emiatt is, mert ez vastagabb, hosszabb, ez drágábbra is jön ki. Ez már 4490 forint a bolti ár. Úgyhogy ezzel a képregénnyel teljessé vált, ezzel a képregény gyűjteménnyel teljessé vált a teljes tűz és kő és élet és halál képregény ciklus. Az Alien, Predator, Prometheus és Alien vs. Predator széria. És hát ezúttal is egy tényleg egy nagyon szép kiadásról van szó, normálisan meg lett csinálva. Én remélem, hogy a Szukics majd még fog kiadni a későbbiek folyamán is további Alien, illetve ragadozó köteteket, képregényeket. Mert ezek tényleg klasszak, és ugye szeretem én a Alien meg a Predator univerzumát is, szeretem ezeket a filmeket, és érdekelnek a képregények, úgyhogy remélhetőleg még fognak ilyenek megjelenni a jövőben is.
Nos hát, ez volna az Élet és Halál képregény kötet a Szukistól, ami a díszdobozos változat, illetve az most jelent meg ugye néhány napja. A negyedik kötet az pedig egy-két héttel ezelőtt. És ugye itt van mellette az első kötet is, valamint az első díszdoboz, és így teljes a széria. Nos, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kattintsatok a tetszikre, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon is. Ha szeretnétek valamit kérdezni, vagy ha megírnátok a véleményeteket, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!